Kedves nézőink, jó példával járt elő a nyárádi önkormányzat, amikor szociális szövetkezet keretében saját termesztésű céklájukat dolgozták fel. Kérem, tekintsék meg erről szóló beszámolónkat. Tulajdonképpen ugye mi földolgozással foglalkozunk, zöldség gyümölcsfélével, aminek ugyan biztosított Magyarországon az alapanyagellátása, de ismerve a környékünkön, hogy számtalan önkormányzatnál zajlanak ilyen alapanyagok előállításai, és innen jött az ötlet, hogy megkeressünk néhány önkormányzatot, ahol ezt nagyon is komolyan is jól művelik, egy esetleges együttműködés céljából. Tehát aminek az lenne az iránya, hogy megbeszélt alapanyagot, az ő általuk előállított alapanyagot segítenénk elsősorban, vagy az első körben földolgozni, és így nem csak az alapanyagaiknak az értékmentése zajlik, hanem az embereiknek a képzése is. Ennek történt meg most a mai nappal az első ilyen próba üzeme, amikor is a nyárádi önkormányzat asszonyai az általuk megtermelt céklát elhozták, és ők itt kisüzemi körülmények között földolgozzák, majdan hazaviszik, és a saját konyhájukon, hálózatukban értékesíteni fogják. Én számtalan ilyen helyen megfordultam már ilyen programok keretében, és én azt mondom, hogy persze különböző összetételű csapatok vannak, de ez az egyik olyan, amire azt mondhatom, hogy bármilyen merész gondolatai lehetnek az önkormányzatnak, ezek az asszonyok végre fogják tudni hajtani. Nagy örömmel vettük a megkeresést, ugyanis már 2 éve foglalkozunk mezőgazdasági tevékenységgel. Most a CART mintaprogram keretében műveljük ezt. 2 hektár körüli területen termesztünk zöldséget és egyebeket, többféle termékkel. Most ugye nem csak az a lényeg ennek, hogy megtermelni, hanem a megtermelt értékesíteni vagy felhasználni is kell, tehát amit megtermeltünk, ne menjen veszendőbe, tehát ez a mai nap ennek egy ilyen értékmentés és egyéb a későbbi felhasználás céljából történt többek közt. A másik az, hogy az asszonyainkat így el tudtuk hozni egy ilyen tanulásra, tapasztalatszerzésre, és ezt a következő években már hasznosítani tudjuk, esetlegesen nálunk az otthon végzett savanyításnál és egyébnél. Itt nagyon jó tapasztalatokat lehet szerezni, és beleszoknak ebbe a munkafolyamatba. Polgármester, mi lesz a sorsa annak a céklának, amit most eltettek? Hát ennek egy része, a nagyobbik része a van működő konyhánk, tehát ott kerül fogyasztásra az óvodás gyermekeknek, szociális étkeztetőknek, a másik részét pedig a faluba szeretnénk értékesíteni, mint saját termék. Bízok benne, hogy meg fogják vásárolni a falunkba és keresik. Én bízok bent, hogy ez folytatódni fog, tehát ez csak a kezdet. Egy első lépés, ez szerintem a következő években ez nagyobb volumenben fog folytatódni. Tehát mi is szeretnék nagyobb területet egyeztetve, hogy esetlegesen milyen terméket, mit kellene termelnünk. Én bízok ebben a komoly együttműködési szándékkal jöttünk is ide.